Efézus 6:10-től olvasom. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem az erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért, vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Ennyit olvasunk, imádkozzunk. Segítséjük a nevedet, Úr Jézus, hogy munkák, hogy most is a lelked által, szólj ezáltal az egyszerű igéken keresztül is. És tudod, hogy igazából egyenként mire van szükség, mit kell kihalljunk. Ez imádkozom, hogy könnyen menjen az engedelmes várakozásunk, hogy miben várod, hogy mozduljunk, engedelmeskedjünk, bátorítva legyünk, vagy éppen figyelmeztetve legyünk. Jézus nevében kérem ezt, hogy légy mellettünk most. Amen. Foglalj helyet a gyülekezet. Megkérdezem, hogy ebbe a gyülekezetbe, különösen gondolom férfiakat érinti, ki volt katona? Mutassa már. Na, néhány ember volt már katona, jól látom. Most már nem kötelező, úgyhogy valakik meg föl is lélegeztek, végre nem kell lenni. De most szeretnék egy ilyenfajta oldalról is beszélni, hogy gyülekezet, mint sereg. És ne botránkozzatok meg ebbe az irányba, hogy fogok szólni, de szokatlan lesz biztos, és én magam is ritkán hallok erről. De nem én találtam ki, mert látom, hogy a Bibliában ott van, csak sok más félreértés tud lenni. A következő, amiről fogok beszélni, mert sok ilyen metaforát és sok ilyen képet mutat a Szentírás, beszél a Krisztus testéről, tehát mint az emberi test, úgyis beszél a gyülekezetről, beszél a gyülekezetről, mint egy templom, hogy kövekből épül fel. Van arról szó, hogy Krisztusnak a gyülekezet olyan, mint egy mennyasszony. Most nem annyira erről akarok beszélni, hanem egy erősebb kép fog előttünk lenni, hogy látjuk azt, hogy gyülekezet, mint sereg. Az Efézus levélben, az 5. részben ugyan szó van a házasságról, és ott megemlíti Jézusnak a kapcsolatát a gyülekezettel, mint mennyasszonyt. Tehát itt tekint a itt lévő gyülekezetre, és ha valakinek most, ebbe pillanatban igazán harag és bosszankodás van a szívében, hogy milyen rosszak a mai gyülekezetek, hadd hívjam fel a figyelmet, ha szereted Jézust, akkor nem fogsz így beszélni, mert azt mondja, ő ránéz erre idézőjel mondom, nőre, mennyasszony, és azt mondja, hogy szép, és tetszik nekem. Még nem készült el. Ma én így mondanám, hát uram, több sebből vérzik ez a mennyasszony. Igen, retkes és mocskos a ruhája. Hogy néz ez ki? Hát tiszta, nemhogy feltetetlen, tiszta, javítani való személy. Lehet, hogy gyülekezetről mondhatnánk ki, annyi baj van, hogy néz ki? Ez a tökéletesség, nem tökéletes. De most nem nagyon erről akarok beszélni, csak lássatok meg a képekben, hogy Jézus fűződik egy ilyen kapcsolat a gyülekezethez, amit nagyon szeret. Én mikor erre rájöttem, akkor visszaléptem a kritikáktól. Visszaléptem arra, hogy mindig csak gyülekezetekbe válkáljak, hogy már megint mi a baj, már megint mi lehet bajlódni, vagy okoskodni, vagy kritizálni. Rájöttem, hogy hát Jézus leszereti róla a bűnt. És meg fog változni, mert a mennyasszony egyszer fel lesz ékesítve. És ott lesz majd az atya elé állítva, és büszkén ott fog állni mellette a vőlegény, a bárány. No, most a Efézus 6. részében már látunk arról is szót, egyfajta csatára, egyfajta útmutatásról beszél Pál. Honnan veszi a képet? Hát akik őrzik őt a börtönben, látja a katonákat, a hivatásos fegyveres testületet, hatóságot, látja, hogy milyen karhatalommal úgymond védik, vagy őrzik, illetve egyrészt, hogy hogy igáznak le akár más országokat is. És erre szeretne ebből a képből beszélni, hogy gyülekezet is lássa meg, hogy nem egy háborúmentes övezetben vagyunk. Kedves testvéreim, ha azt gondoltad, hogy békeidőben vagy, akkor nagyon elaltatott téged az ördög. Nem békeidő van. A jóléti társadalomban, amivel van most Magyarország, most a legnagyobb baja egy embernek, miért nem a legjobb mobiltelefonja van, miért nem a legjobb laptopja van, miért nem a legkomfortosabb
kocsia, háza, meg stb. Ez a legnagyobb baj, hogy a magunk is komfortzónánk mély nem kényelmesebb. De Isten még okkal engedi, hogy te élj, és még egy csomó ember miatt még vár, mert már azon eljöhetett volna, és azon a véget vetetett volna a történelmnek, de még kinéző szeretteid, munkatársai, rosszítási, még ők is megismerjék Jézus Krisztus. Pál mondja, el fog jönni ez a gonosz nap. Valamit sejtjük, itt valami szenvedés, egyfajta nehézség, próba fog lenni. Jelenések könyvében is több helyen látunk sátáni nyomások. És szerintem, amire föl kell kapja egy komoly hívő a fejét, amikor már azt olvassuk, hogy megtévesztés. Megtévesztés, még ha lehet a választottakat is. Engem ez bosszant, hogy hát ha engem is meg tud téveszteni az ördög. Hát úgy látszik, ha nem fog figyelni, hamar elaltat. Majd még esetleg szó lesz erről. Tehát része vagyunk egy szellemi harcnak, amiben láthatjuk, van az Isten, és van a sátán, vagy az ellenfelünknek az oldala, térfele, és egyfajta erőgyűjtés, vagy haderőgyűjtés, sorozás megy, hogy ki melyik oldalon fog állni. Jézus, amikor itt volt a Földön, annyira nem értették, hogy azt hitték, hogy tiszta más világba érkezett, mert nem közülük való zsidós hagyományok és szokások voltak, ezért jó meggyanúsították, és kezdték lesátánozni, és azt mondták, hogy biztos az ördög vagy a Belzebub által végzel ilyen meg olyan dolgot. És ekkor mondja Jézus a Máté 12-ben, minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul. Egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán tűz ki, meghasonlott önmagával, akkor hogyan maradhat fenn az országa? Ha én pedig Belzebubbal üzöm ki az ördögöket, ti fiaitok kivel üzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével üzöm ki az ördögöt, akkor bizony elérkezett hozzátok Isten országa. Ő hoz egy új országot. Az ő mennyei királyságát már e földre kezdi bevezetni. És kezdi begyűjteni azok, akik az ő országába fogják majd a mennyországba folytatni a mondjuk így másik testben, nem ilyen szenvedő betegsége terhelt testben, meg bűnre vonzó testbe, hanem olyanra, amire megváltott test is fog majd hozzátársulni. Jézus teljes mértékben világosra teszi, hogy elközelgedett Isten országa. És térjetek meg. Megtéréssel lehet átmenni. Ha te nem vagy még megtérve, nem vagy újjászületve, nem hallottad meg Istennek az ő hívó szavát, adott esetben nem reagált erre, alig, hanem még megtévesztés alatt vagy, és valószínűleg te azt mondod most is, miről beszélek, hogy hát, ráérünk arra még, meg amúgy is nem is rólam beszélsz. De amikor felrász téged Isten lelke, nem fogod hagyni annyiba, mert keresed Jézussal normális, rendese a fő megváltóval, úgymond a kapcsolatod. Lehet, vannak köztünk olyanok, akik azt mondják, hogy nagyon-nagyon mélyt megterheltségből és megkötözöttségből megszabadultam a sátán fogságából. Úgyhogy igazán nagyon szeretem Jézust. Nekik köszönhetem, hogy megszabadultam a szenvedélyektől, megszabadultam ettől-attól. Vannak, akik kibeszélhetetlenül csodának tartják, hogy meglettek ők is mentve. És bárcsak ilyenek lennénk mi hívők, hogy újra és újra értéknek és csodálatnak tartanánk, hogy ami megváltunk sikeresen. Legyőzte a mi megvetettségünket, rabságunkat. Látni kell, hogy ütközet történik Isten királysága és a sátán királysága között. És ma földön a hadszíntér az ember. Ti és a világ. Itt történik. Ütközet van. Egyiket Jézus képviseli, ő áll a haderőnek az elején. Másik maga az ördög. Amikor bántották a legelső keresztény testvérünket, kit látott meg? Az Istvánt, amikor vértanú halált halt meg. Meglátta Jézust. Nem is akárhogy. Meglátta Jézust ott, az Atya jobbján. És most ezen döbbente meg, nem úgy látta meg, hogy ül, hanem áll. Több igében azt látjuk, hogy leült az Atya jobbjára, mert elvégezte a munkáját. És megtisztelte őt Isten ezzel a felségjoggal. De mikor szenved egy is, az övé közül már áll, és közben jár azért.
és már várja, hogy gyere, úgyis hozzám jössz. István ezt tapasztalta meg. Most megnézzünk egy másik igét, 2 Korintus 10:3-5. Nagyon tetszik nekem az ige, megértett velünk sok mindent. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást, minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek fel. És foglyul ejtünk minden gondolatot Krisztus iránti engedelmességre. Mi szellemi világban vagyunk, mármint szellemi világi harcot vívunk, ezért érthető, hogy mi nem a vitázással tudunk nyerni. Nem a puskákkal, pisztolyokkal és egyéb testi fegyverekkel, törre és kézre és karate tudománya. A mi fegyvereink szellemiek. Ezért mondom ezt, mert sokan nem tudják, hogy van egy nem hívő, és elkezd vele beszélni egy hívő testvérünk, nem érte, hogy miért kell ezzel vitatkozni, nem érte az egészet. Azért, mert ő előtte teljesen sötét. Valaki vakítja őt, és maga az ördög, ezt elmondja 2 Korintus 4-ben Pál, hogy e világ Istene megvakította. Nem látja, meg van tévesztve. Ilyenkor hiába okoskodsz vele, hogy mondom ezt, mondom azt az érvet, akár az evolúció, vagy Isten létezés, vagy bármivel kapcsolatban, olyan, mint a semmi. Ezért én használok 2 fegyvert, az egyik az ige, másik az imádság. Itt olvassuk, ha szellemi hadakozásunk fegyverünk, és nem testiek, hanem erősek Isten kezében, erődítmények lerombolása. Az okoskodás Isten ismeretével szemben emeltetett fel, és ehhez Isten igéje az igazság, amit kell nekünk, úgymond továbbadjuk. És imádsággal locsolom meg, vagy öntözöm, hogy kérem, hogy Isten áldja meg az elhelyezett magot. Ne ijedjünk meg attól, hogyha találkozunk emberekkel, akár utcán, munkahelyen is, vagy bárhol lehet. És én is gyakorlom ezt, hogy amikor látok egy pillanatot, megkérdezem, megengedett, imádkozzam, érted? Legtöbben azt hiszik, hogy majd a templomban elmondok egy pár miatyánkot, vagy üdvözlégyet, de ott, mikor hallja, a következő napokban számít arra, hogy én megszólítottam egy Istent, hogy ő hogy avatkozik be. Tudja majd társítani, bármi is fog történni. Egyébként is ez egy fegyver, hogy imádkozhatunk, úgymond Istenhez. Alkalmas, hogy a sátáni erődítményeket, tehát figyelj, az erődítmény, a sok fenntartás, a sok előítélet, a megbotránkozás olyan falakat képez, hogy most is, ha valakiben van ez, ő semmit nem hall az igéből. Eljön egy ígéret, és ő semmit nem hall. Ha ezt tudnád te, újra elkezdesz böjtölni, elkezdesz imádkozni azért a kedves emberért, mert ő neki se kép, se hang. Olyan mértékű erőtömb és felgyülemlet erődítmény, amiben az ördög szépen felépítette. Ő olyan szemüvegen keresztül néz testvéreket, embereket, összefüggéseket, bárkit, benyelt minden hazugságot, és felépült. És nem megy semmivel a lerombolása. A hívők ezt elfelejtik, ezért nem imádkoznak, nem erőltetik, mert toleránsak, úgymond. Pedig kellene igét halljon, kellene, hogy öntözzük ezt, és akár még böjtbe is kérjük Isten, mert van egy fegyver a kezünkben. 3 ilyen dolgot látunk ebből az igéből, hogy én kulcs szót fejez ki, ahogy említettem, az okoskodás, az ismeret és a gondolat. Ezek hol működnek? Látjuk azt, hogy ez mindenképpen az elmében, az agyunkban történik. Tehát a szellemi harcnak a csatatere az elsősorban a mi elménk. Ott történik. Nem hiába, ezt szeretné mindenki megszerezni. Már az iskolában is, ha megnézzünk minden preventív, minden újítás, amit be akarnak vezetni, már oda nyomják a gyerekekre. Ők még, ha vagy tudnak védekezni, vagy nem, de már nyomják, hogy ők már úgy higgyék, már alakuljon ott a gondolat. A reklám is úgy jön befele, hogy az elménkbe hozza és váltsa ki azt a döntést, hogy valamire szükségünk van, amire igazából nincs szükség, de megmagyarázta, hogy miért kelljen az. Az elménk eszméletlenül használja is. Az okkult irányba elmegyek, annyira úgy állnak hozzá a
okkult praktikák, az agykontroll, transzcendentális meditáció és sok-sok ilyen dolog, azt mondja, kapcsolt ki az agyadat. Ne gondolj semmire, csak add át magad. Isten soha nem kérjed. Azt mondja, teljesen beszámítatlan, használd az agyad. Fog fel, dönts. Eléd adom az életet. Jót és rosszat. Áldás és át. Te döntesz, te döntöd el. Látod, minek lesz a következménye? Te döntöd el. Az ördög nem szereti. Ő szeretné, hogy lekapcsoljuk az agyunkat. Hát már nem tudom, hogy fog ezzel jobban fejlődni, de már el tudom képzelni, hogy olyanokat is ki fognak találni, hogy már ilyen alva állapotban, már az agyunkban már táplálnak befele dolgokat, és ki tudja mit. És csak azt veszük észre, hogy már így érzünk, úgy gondolkodunk, úgy döntünk, de nem tudjuk, hogy mi hozta ezt ki. Figyelnünk az elménkre. Elménk egy csatatér szellemileg. Fogjuk lejtenünk minden erőtetet, hitetlenséget, amiben egyfajta erődítmény egy tömbként állt fel. Mi arra kaptunk megbízatás Istentől, hogy felszabaduljunk és kiszabadítsunk embereket a sátán fogságába, lerombolva a felépült hitetlenséget, minden ilyen dolgot, ami az ő agyukba, az ő elméjükbe ott úgymond betért. Igen, ezt már néztük. Akkor következő, amit szeretnék mondani, ha működik. Igen, hát amikor esküvők szoktak lenni, megcsodáljuk, milyen szép tud lenni egy-egy mennyasszony. De tényleg, ahogy mondom, az Efézus 5-ben látjuk a mennyasszonyt, és az Efézus 6-ban már láttunk harci felszólítást, amikor már katonaságot, egyfajta hadsereget lehet látni. Énekek éneke 6-1-ben azt mondja, különösen a Károly fejezi ki, szép vagy én mátkám, mint Tirz a városa, kedves, mint Jeruzsálem, rettenetes, mint zászlós tábor. Kicsoda az, aki úgy láttatik, mint hajnal, mint szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint egy zászlós tábor. Szóval még ott érdekes, hogy a mennyasszonyról is van szó, hogy egyfajta ereje van, egyfajta zászlós tábort is akar mutatni. Hát ez a kép érdekesen alakult át, és itt ilyen módon bemutatkozik Isten a gyülekezetnek, hogy ő a seregek ura. Ezért látom, hogy egy haderőről van szó. Ezért látszik, ahogy Ószövetség különösen sokszor bemutatkozik, 2 Mózes 15.3-ban. Az Úr vitézt harcos, az Úr ez a neve. Zsoltárok 24-ben. Ki a dicső király? Az erő és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk. Emeljétek föl ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura. Ő a dicső király. Tehát látjuk, hogy ő a legfőbb úr. És mondjuk ki, ő a hadsereg parancsnok. Ő kezében áll minden erő. A NATO és egyéb más országoknak, világhatalomnak a hadereje mind semmiség. Ő felette áll. Ezt nagyon kevesen veszik észre, és csak úgy elakadnak abba, hogy Jézus mellett ott van egy mennyasszony, a gyülekezet egy ilyen kis aranyos, kis tündöklő, kis asszony lehet, de azt a másik oldalát meg elfelejtjük, mi egy hadsereghez tartozunk, hogy szellemi fegyverekre buzdít bennünket a Szentírás, hogy használjuk már végre. Hogy ezzel tudjunk csatát nyerni, hogy azt mondja, hogy Jézus Máté 16-ban olyan egyházat építek, hogy a pokol kapui sem diadalmaskodnak rajta. Ha lerajzolnám, most nem készültem erre, de lerajzolnám, mit jelent az, hogy kapu az a keleti gondolkodásba, kedvetek lenne többet imádkozni, mert pokolba ki tudunk menteni embereket. Olyan biztosan be van zárva oda valaki, hogy egy ember nem tudja. Ezért látom azt, hogy a szólóhívők és az ilyen Don Quixote-knek lejárt a kora. Az egyedüli hívők, akik nem járnak gyülekezetben, nem tudnak nyerni. Nem tudnak embereket kihozni a pokolból. Viszont egy imacsoport, vagy 2-3 ember legalább összeáll imádkozni, sokkal többet győz. Sokkal több ember kihozza a pokolból, mert ezt mondja Jézus, hogy én olyan egyházat, olyan gyülekezet építek fel, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, és elengedik. Ki kell engedjék? Na hát, ugye most már értjük, hogy miért támadja az ima óráitokat, az ima csoportjaitokat az ördög. Miért zsibbassza le az agyat, hogy fájjon a fejed?
Miért veszi el a kedvedet? Ne is kedve jöjj el. Utolsónak tarts, hogy imaórában vagy imacsoportban részt venni. Ő az, aki tudja azt, hogy hát a leggyengébb keresztény is elkezd imádkozni, már fél és retteg az ördög. Mert megszólítja mennyeható atyát. Aki meg beszél az atyába, az szentileg elkezd benne munkálkodni. Az ilyen adásban lévő kapcsolatban könnyebben mozog a keresztény, bekapcsolt, mondjuk így online módon, a szentélek által vezethető. Mint a passzív hívő, hogy csak létezik. Vagy mondjuk az intenzív osztályon, hogy vegetál valakinek az élete. Ki van kapcsolva. Csodálatos látni, hogy a megváltó szeretné, hogy felismerjük, hogy van egyfajta támadási alakulatunk, ahol nem pusztán csak mennyasszonyként lát bennünket Krisztus, hogy szépít és készít el bennünket, úgy is lát, hogy bevethető és küldhető. Ezért azt gondolom, hogy ha láttok valakiket, mennek evangélizálni, mint ahogy mi gyülekezetünk is elkezdtük támogatni külmisszióra az egyik testvérnőt, ez egy óriási dolog, hogy valaki a külmisszióba is elmegy, és hajlandó oda szállni a nyelvtudását, az egzisztenciára, minden lemond, és azt mondja, hogy megyek, hogy mentsek embereket. Nekünk ez ilyeneket támogatnunk kell, mert frontvonalon vannak. És őket is bombáz az ördög. Ezért ott héten is ott voltunk mellette imádságban. Megköszönjük, ami megy előre, és közben járunk, aminek nagy nehézségei vannak. Ugyanígy, ha evangélizálás van, valakik mennek, már is megáldjuk, kérjük, hogy legyen befedezve. Az Úr Jézus vérének oltalma alatt legyen egy pajzs, és úgy menjen, és úgy töltse be Isten az ő munkálkodása által. Tehát nem tudom, hogy sikerül elmondanom, ez egyfajta identitást hoz. Ki vagyok Krisztusban, és a gyülekezetben is, hogy láthatom önmagamat ebben. Isten az biztos, hogy győzni fog. És aki az ő seregében van, az győzelemre fogja vinni. Lássuk azt is be, hogy Krisztus az a legnagyobb harcos. Krisztus az, akiről azt olvassuk a Kolossé 2.15-ben. Lefegyverezte a fejedelmségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, a Krisztusban diadalmoskodott rajtuk. Harci kifejezések ezek. Lefegyverezte. Tudnod kell, hogy a kereszt az a hely, ahol Krisztus megpecsételte, és egyszer s mindenkorra, hogy az ördög elveszítette az erejét. Szerintem azt hitte az ördög, na jó, elintézem, akkor majd az atya megharagszik, hogy a fiát elpusztított ez a föld, az itt lévő teremtményei, majd aztán ráküld az összes átkot erre a földre, és akkor ő maga eltiporja a saját alkotását. De hogy felkiáltott Jézus, bocsáss meg nekik, az atya részre jött a kegyelem, jó, megbocsátok. Tudjuk, hogy lement a halálba, viszont Isten meg azt mondta, na, ne maradj ott, gyere ki, és feltámasztotta. Jézus olyan mocskos bűnöket szívott magára, amit én nem tudom drasztikusabban elmondani, és elnézést, hogy így mondom el, nem tudok jobbat kitalálni. Olyan mocskos bűnöket vitt le a halálba, és belehaltott a kereszten, amit csak egyféleképpen tudok szemléltetni veletek. Ha elképzeled magad, hogy egy trágya domba beledobnak, betemetnek nyakig, és már jön benned a fúrok, vagy a hányinger minden, hogy fúj, hogy nézek ki? Ez semmi ahhoz képes, ami Jézusra rárakodott. Az utálta, ő berzengedett, mit keres ez rajtam? Én nem ilyen vagyok. És atyám, bocsáss meg nekik. És közben ott rajta az iszonyat bűn. Bűnmennyis, mindnyájunk bűne. És mikor ma hallgatom a mai jóléti társadalom lévő embereket, azt mondják, én nem vagyok bűnös. Gyülekezetekben is mondják, én nem vagyok bűnös. A mellettem ülő más, az igen. De én nem. Ebből látszik, mennyire nem is ismerik Jézust. Mit okoztak neki. De ő legyőzte a bűnnek a termelőjét, a vírus gazdát, magát sátánt. Amikor megpecsételt ezt a bukását a kereszten a sátánnak, maga Jézus, onnantól kezdve tudnod kell, ha átállsz Jézus táborába, lesz örökre egy ellensége, és maga az ördög. Amikor törekvőket tanítjuk, hogy most már jöttél, akarod követni Jézust, innentől kezdve, ha megtértél, újjászülettél, lesz egy ellenséged. Szóval ne haragudj, de nem egy víg, és könnyű életre hívunk téged.
hanem lásd, hogy neked harcolnod kell a halálod napjáig. Nagymamám, amikor haldoklott, meglátogattam, még már majdnem úgy volt, hogy meghalsz, megkérdeztem, mama, te nem vagy kész? De azt mondja, itt volt már Jézus a ágyamnál, de már akartam menni. Mondom, mama, hát kész vagy, miért nem mentél? Hát, azt mondja, unokám, figyelj, imádkozz értem, mert most is kísért az ördög. Mondom, mama, mivel? Mivel kísért az ördög? Hogy ne higgyek Jézusba. Ki se néztem belőle. Fölnéztem rá, hogy ez már így mehet a mennybe. És még ott is harcolt. Ezt nekünk ki kell tartanunk mind végig. Küzdés, és nem arról beszélek, hogy egy nagyon lájtos élet a keresztény élet. Akkor nem ismered, hogy egy harcos világban élsz, és Jézus maga is mit harcolt mindezekért. Kereszt volt az a hely, és ezt jó látni, ahol megpecsételte a sátának a bukását, maga az Úr Jézus. És a következő, amit szeretnék elmondani, van egy kép, amit nem tudom, jól látszik-e, de nem a legjobb kép, de hát valahogy így próbálom leírni. Annak idején Rómába, római sereget nézve, ha egy hadvezér bevonult, ott két fehér lót használtak annak idején, az úgy csinálták, hogy a tábornokok, hadvezérek, ahogy követték ezt a fővezért, a fő mondjuk császárt vagy hadvezért, akkor utána jöttek a leigázott emberek, akiket sikerült legyőzni, rabláncon ott voltak mögötte, ott volt az ellenséges király, szintén rabláncon, ott jöttek a különleges állatok, különleges termények, abból az országból, ami azelőtt még ismeretlen volt. És ezeket mind vitték mögötte. Előtte is már vittek egy táblát, vagy hirdették, hogy itt jön az a szenzációs császár, vagy az a szenzációs hadvezér, és mögötte a legyőzöttek serege, és mögötte ott jönnek még azok, akik az ő szimbólumai, hogy milyen sikeresen legyőzt az teljes országot. Hát azt mondja a Biblia, Jézus ilyen diadalra vezet bennünket, ő megy. Ül ezen a szekélyen, ezen a hintón, és ott van diadalmas, és mögötte az ördög, mögötte a démonok, az összes leigázott, legyőzött ellenség. És mikor felteszem ezt a kérdést, hogy hol vagyunk mi ebben képben? Olyan, mi ott vagyunk, csak szélen, jobbról, balról, hogy jaj, de szép ez a Jézus, jaj, de jó, hogy ilyen diadalmas hadvezérünk van. Az Efézus 2 és az Efézusi levél is tanítja, hogy a mi helyünk, és itt így mondom, identitásunk ott Jézusban van, a diadalmas hintón. Vele vagyunk. Ez hihetetlen kegyelem, hogy ott vagyunk vele. Vele nézünk körbe, hogy jé, mögöttem az ördög. Nem azért én vagyok a nagy szenzációs harcos, hanem ő benne vagyok. És a Róma 6 is, ahogy előbb hangzott, amikor felismeri valaki, hogy új ember vagyok Krisztusban, meg a Galata levél is egyre jobban tanítja, hogy én már Krisztusban elhalt, a régi részem elhalt, Krisztusban egy új életem van. A Krisztusban való új élet, a szenzációs, diadalmas. Ebben identitásban kell nekünk erősödnünk, és ebben kell mi is örvendezzünk, és csodálkozzunk, hogy Jézusban ekkora diadalt kaptunk, ekkora megbecsülést kaptunk. Hogy mondja 2 Korintus 2.14? Hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket. Diadalra vezet bennünket. Hála legyen Krisztusnak. Mindenkor ő általa. Sok keresztény úgy éli az életét, mint láncra vert rab. Ó, milyen nehéz. Ó, hát nem igaz. Nyöszörgök Jézusnak, hogy hátra meghallja. És éli ezt a levert életet. És egy hazugsággal az ördög így elgáncsolta az elméjébe, hogy így magát teljesen, én itt szoktam mondani, én küszöbb hívőnek gondolja magát, amikor megkérdezem azt, hogy van üdvösséged? Hát, örülök, hogyha bejutok a mennybe, csak a küszöbre. Mondom, hát, hogy Jézus nem azt ígérte, hogy benn leszel? Hogy veled van, és vele lehetsz? Tehát, mikor ez a túlzott méltatlanság, és túlzott lenézés önmagának, nem tudja, hogy milyen érték ő Krisztusban. Szóval szeretném, hogyha látnánk azt, hogy
Nem kell aggódnunk, hogy hol van a mi pozíciónk. A mi pozíciónk Jézus Krisztusban olyan nagy, és vele lehetünk győztesek, aki diadalra vezet. Diadalra vezet bennünket. Most megnézzük, hogy milyen elvárása van a seregek urának, az ő seregével. Ezt olvastuk az Efézus 6-ból, tovább nem is olvastuk fel, mert nem ezzel akartam foglalkozni, de egyfajta fegyverzetről van szó, ha valaki érdekli, elolvashatja. Látható, hogy a teljes fegyverzettel, védelmi fegyverzettel ellát bennünket az Úr. Ahogy bizonyos munkahelyeken munkavédelmi ruha, vagy megfelelő beöltözés, sisak, stb. Van, Jézus Krisztus is tanít bennünket Pálon keresztül, ahogy ő egy római katonát látta, milyen védett, hogy a megigazulás páncélja, az igazság szeretet öve, a békesség evangéliumnak, készségének, hirdetésének sarulja a lábon. Csak képzeljük el, hogy menne egy katona kavicson, vagy kövön, hogyha nincs, ha mezit láb lenne. Tehát kell ez is. Akkor és az üdvösség sisakja, ugye a fejet is védje. Ezekről mind lehet még sokkal részletesebben is beszélni. De amikor konfliktus helyzetben vagyunk, amikor támadás alatt vagyunk, tudnunk kell, hogy ezeket használjuk-e, vagy nem. A 7 fegyvernemből csak 2 támadó. A lélek kardja, vagy a szellem kardja, amiről tudjuk, hogy ez a Isten igéje. A másik, amit mondhatok, az imádság. Ez szintén még az Efézus 6.18 is alátámasztja, a közben járó imádság. A többi az mind védekező fegyver. Ha megnézzünk most itt egy római katonát, hát nagyon gyenge kép ez, egyedül egy helyről nincsen védve. És ez hátul. És kedves testvérem, ez a legborzasztóbb. Mikor a hívőktől kapunk ilyen hátsó tördöfést, árulást. Ez a leggonoszabb dolog szerintem, ami belül történhet a gyülekezetbe, belül történhet egy hadseregbe. Szóval miért érdeke, hogy ne legyen egység, hogy összeveszés legyen a gyülekezet, primitív dolog miatt? Hogy hátul szúrjuk egymást. És éppen ezért beszélek, hogy felrázódjunk önmagunkba, hogy Isten nem így találta ki gyülekezet, hanem teljes védelmet akart adni fejünktől, tetőtől, talpig. Tudva az, hogy ha támadás van, hátunk nincs védve, de a társunkra számíthatunk. Mivel a gyülekezetünkben van egy hivatásos katona, ezt el is magyarázta, hogy ott a légióba, vagy a római katonáknál, hogy ott voltak ezek a pajzsok, amit látunk itt is, ők egymás mellé is tették, esetleg a hátul lévő személy az még fölőre is tette, teljes mértékben a társ védte egy-egy katonának az életét is. Tehát egymaga a kiállva a katona egyetlen egy pajzsa, az kevés volt. De az, hogy ott volt a többi, ott volt mellette, ez nagyobb védelmet hozott. Testvéreim, ez a kép nagyon jó hangzik. A gyülekezetben így szorosan összejönnénk együtt. Együtt imádkoznánk, vagy együtt látnánk ezt a belső közösségépítésnek az igényét, meg az értékét. Akkor nem széjjel vernénk, nem azon gondolkozunk, kell egy ellenzék is. Kell, akik nem mindig ugyanazt mondják. Hanem azt látni, hogy nem megbontani akarjuk ezt, hanem épp hogy összerakni, odarakni magunkat. Ez szükség van egyfajta fegyelmezett vezetésre is, és ilyenfajta életvezetés is szükséges a mi lelki életünkbe. Pál ír erről Timóteusnak, 2 Timóteus 2.2, és amit tőlem hallottál sok tanul előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítása is alkalmasak lesznek. Ahogy lelkileg építjük a másikat, befektetünk emberekbe és tanítványozunk. Ez nagyon lényeges, és ez gyülekezet nagyon kevesen csinálják. Európában azt mondják, ez a leggyengébb terület. A tanítványságban, hogy magát, hogy Krisztus hogy kell követni, akárhogy bukdácsolunk is, de hajlandóak vagyunk bemutatni egy másiknak, és segíteni az ő életébe is. Nagyon érdekes látni, hogy ha ebbe befektetnénk generációkat, és éveket lehetne látni, hogy milyen gyors, hatványozottan fejlődne a kereszténység. Csak mivel ez nem megy, mert itt ebben a magában a 2 Timóteus 2.2-ben is 4 generációt látunk. Maga Pál befektett Timóteusba, Timóteus egy másikba, és az megy egy megbízható emberbe. Összesen 4 generációba megy át. Én azt láttam, azok fejlődnek legtöbbet, akik nem magukkal, hanem másokkal foglalkoznak, nem csak egy törekvő, hanem más embert is elkezd gondozni. Elkezd érte imádkozni, vele találkozni, bemerik vallani esetleg a gyengeségeket,
És mi ezért találtuk ki ott ilyen kis sejtcsoportba, kis csoportba a pingvin csoportot, hogy túlélők legyenek ebben a mai világban, hogy egymást hogy tudják segíteni. Ez egy hármas, ilyen triád, ilyen hármas csoport. Azt mondja Pál a 2 Timóteus 2-ben is, hogy vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Bele lehet fáradni a mai életbe, és el lehet veszíteni a harcosának, vagyis a haderő vezetőnek a vezetését, mert már nem érdekel, mit mond. Én úgy veszem észre, vannak olyan emberek, akik így mondják, én nem érek rá, kifejezést használok, és a mai legnagyobb kihívás, amikor nincs időnk, nem tudjuk elmélyíteni az időnket, se az Úrra, se egymásra. És itt lukak lesznek. És elszigetelődnek emberek, és már bele is törődik, hogy két munkahelyet is kell vinnem, meg még a családomat. Tehát ennyi energiám volt is kész. Ha Jézus az Úr az életedbe, ezen valami változtatni, vagy valahogy túl kell éljed ezt okosan, hogy nem maradhatsz annyiba. Ha kell, kérsz mástól imádságot, ez rendeződjön, ez kialakuljon szépen. Arról is fogok beszélni, hogy a katonai fegyelem megkövetel több odaszánást, készséget arra, hogy a nehézségben is megálljon. Nyilván nem a kényelem fogja az ember életét majd megsegíteni, és nem a luxus lesz a legjobb edző, hanem a nehézségekben is kitartani. Most is tudjuk a katonáink, akik len vannak a határ mellett, nem a legkönnyebb, nem a legkomfortosabb panziókban vannak, hanem olyan üres helyeken, ahol semmi fűtés, csak beraknak egy matracot, azt aludjanak ott. Hallom mostani katonáktól is, hogy nem egy kifejezetten jó reggeli, ebéd, vacsorát kapnak, örülnek, ha egy meleg ételt kapnak. Most nem őket akarom sajnálni, csak az, hogy edzések vannak. És ez még nem is háború. Akkor ez a katona gyülekezetünkből tábort, hogy csináltuk, mindig mondta is, hogy most van az ebédnek az ideje. Úgy egyetek, mert ki tudja, mikor lesz legközelebb kaja. Ezt tanították nekünk katonák. Amikor ez a gondolkodás van, akkor nem a válogatás van, hogy fúj, ezt nem szeretem, fúj, ez sajt, fúj, ez... Értitek? Tehát nem érünk ilyenre rá, hanem készülünk az életre. Akkor nem a finnyásság fog fejlődni a gyülekezetbe, hogy jaj, mit kellni, hanem Uram, raktározom befele, jegyzetelem föl, nekem valamiért szóltál, valamire készülöm, lehet egy hónap múlva fogom megérteni. Isten ki tud nagyon gyorsan alakítani. Úgy a körülményeket, hogy már is be lesz rendezve. És amit akkor küldött, ellátmány azt fel fogja tudni használni dicsőségünkre. A körülményeinket se okolhatjuk, hogy miért ilyen körülmények között élünk. Meg kell tanuljuk, hogy abban a helyzetben kell akár csatát nyerni, amilyen körülmények között élünk. De számíthatunk segítőre. Tehát nem mi vagyunk egyedül, hanem fölkiáltatunk úgymond az élő Istenre. És ahogy itt látjuk, hogy vállalni a nehézség oldalát, erre kell egy készség, kell valóban egy odaszánás. Ha az Úr hadseregében vagy, ez a fegyelmezett életvitel lényeges. Én itt emelném szót az imádságra, a böjtre. Úgy gondolja Jézus, hogy mi böjtölős emberek vagyunk. Új szövetségben, a hegyi beszédben, ha tanultátok, vagy tanulmányozzátok, azt mondja, amikor imádkoztak, amikor böjtöltek. Elvileg azt gondolja, hogy ezt tesszük. Mikor megkérdezték rögtön, hogy hát a tanítványai nem is böjtölnek. Hát itt a vőlegény, most örül mindenki, nem kell most. Majd, ha elmegyek, akkor lehet. Ez most van. A böjt által élesedik ki a szemünk, a hallásunk, hogy itt mi történik. Fáj az a gyermekeink, fáj az, hogyha szerettünk és mások elvesznek. Akkor eljutunk oda, hogy tudunk sírni az elveszettségük miatt. Igazából inkább keményedik a szívünk, inkább az ördög azt mutatja, hogy ráérsz, nem tudsz semmit segíteni rajta. Úgyse te intézel azt el. És a gyülekezet csak alszik, altatót benyelte. És a kábítás alatt van.
Ezért beszélek erről, hogy igenis föl kell keljünk, mert háború van. Még megnézzünk területet, hogy milyen területen akar Isten minket tanítani, és ez a hűség, katonatársi hűség. Szoros katonai kapcsolat, ahogy a egyik testvére a másik fele, hűségesen ott van. Bibliában Dávidnak voltak ilyen vitézei. Megnéztem, nem remek emberek voltak, eladósodott, agyonterhet, mondjuk így depressziós emberek, akik kaptak egy ilyen hadvezetőt, látták azt, hogy Isten hogy vezeti Dávidot, és nem esettek. Egyre nem esett. Olyan volt, hogy egy ember is 3000-et le tudott győzni. Olyan testőri barátai voltak Dávidnak, egyszer csak azt látták, hogy szomjas. Azt mondja, kihoz nekem a betlehemi kútból vizet. Tudom azt, hogy az ellenség oldalán van. 3 férfi vállalkozott, elment, keresztül verekedte magát, merítettek a vízből, oda vitték Dávidnak. És tudjátok, mit csinált Dávid, mikor átadták neki? Mit csinált ez a vízzel? Kijöntötte. Belegondoltam, én lennék az a katona, keresztül, kasul, mindenhol meg vagyok sebezve, hát felforna az agyvizem, és azt mondja, hogy ezért küzdöttem, ezért kellett kibírni ezt a csatát. Dávid nem itta meg. Többiek is szomjaztak. Azt mondja, ezt az áldozat, amit hoztatok nekem, Isten érdemli meg. És ez egy italáldozat lesz. Isten néha dicsőség. De hogy ti ilyen hűségesek vagytok, hogy ilyen összetartók vagytok, hogy még ezt is megtettétek értem. Én is igyekezem ezt magam mögé kialakítani, szerintem lelkipásztorotok mellett is kellene ilyen emberek. Én így hívom ima testőrök. Legalább 2 vagy 3 ilyen ember kell, és úgy hiszem, ha valami történik velem, tudom, hogy a feleségem kit fog értesíteni. Ha kórházba kerülök, ha valami baj van, hogy kik fognak odafigyelni a családom, a gyerekeimre. De ugyanígy ki figyel rád? Ha az a célod, hogy meg ne sérüljél, és jó, elmagányosítod magad, akkor ne csodálkozz, mikor tényleg bajban lesz, és senki nem fog oda menni hozzá. És te állandóan mondhatod, de hát ha bejöttem a gyülekezetbe, senki nem kérdezte meg, hogy vagy. Hogy vagyok. Szóval ezért kell építeni ez a kapcsolatot, hogy meg kell becsülni a közösségi együttevést, együttlételeket, hogy erősödjön ez, és benne a személyesség is ott kell legyen. Ezért a kis csoportokban fejlődik ez legjobban. Isten népéről, hogy beszélek, azt látjuk még szintén Dávidnál, hogy 1 Korinika 12-ben Manassé fél törzséből való volt 18 ezer ember, akiket név szerint jelöltek ki, hogy menjenek el, tegyék királlyá Dávidot. Isakkár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tennie Izraelnek. 200 főember és parancsnokságuk alatt egész rokonságuk. Zebulonból egy akarattal fősereg lettek, 50 ezer hadköteles, teljes fegyvezette felszerelt sorkatona. Hát, én most őszintén mondom, szerintem egy-egy férfi saját családját is alig bírja fősorakoztatni. Gyermekeim, feleségem, gyertek, menjünk az úrházába, és legyünk együtt ünnepelve az úr előtt, mikor hálát adunk. Jaj, apa, hát tanulnom kell, én ma nem terveztem menni Isten tiszteletre, vagy hát nekem erre nincs kedvem. Vagy vegyétek tudomásul, nem is ez az én hitem. De nagyon nehéz. Nagy kívás, még egy családról, itt meg itt nemzetségről beszélünk. Egy familiát hoztak. Adja az Úr, hogy a mai férfiak helyükön legyenek, felelősséget érezzenek, és azt mondják, hogy követjük az Urat, és hatunk a gyermekeinkre, szeretteinkre, feleségeinkre is. Fontos ez a fajta hűség, hogy ott legyen a mi életünkben, és a másik ilyen terület, hogy legyen egy osztatlan szívünk. Meg tudunk maradni a saját helyünkön. Egy katonának megmondják, hogy ez a te helyed, őrálló vagy. Őrségbe te vigyázol. Ha te elalszol, mi a magunk pihenését, amikor tesszük, mi mindjárt terád bíztuk magunkat. Ha lerohannak, vagy te is elaludtál, te leszel a hibás. Ez egy felelősség dolog. Lehet, hogy összesen csak 8 őrálló van, a többiek alszanak. Isten valakinek szólt már, hogy őrálló a gyülekezetben? Hogy imádkozó, akár böjtölő, üzemmódba váltson át,
Nem azért, mert kap kitüntetést, hanem ez az ő beosztása. Engem az Úr őrállóval hívott el, hogy fölálljak a hegyre, és minden vasárnap reggel 6-tól 7-ig imádkozzak. Ezt nem várom el mástól, mert tudom, engem szólított el azáltal, az egyszerű ige által, hogy falaidra Jeruzsálem őröket állítottam, hogy soha ne hallgassanak. Ti, akik emlékeztetik az Urat, soha ne hagyjátok, hogy ő néma legyen, míg nem válaszol, és dicséretnek helyévé nem teszi ezt a várost. És ezért 2001 óta minden vasárnap reggel 6-tól 7-ig így fölmegyünk a hegyre, és imádkozunk a völgyben lévő városunké, Gyöngyösért. És azért beszélek többes számmal, mert követnek ebben férfiak. Egy 4-5-en főszoktak jönni velem. Utána láttam, hogy a hölgyek is akartak, csak hogy neki inkább hétköznapi imacsoportra helyeztük át a hangsúlyt. De fontos látni, hogy az imádságban Isten elé visszük a megoldhatatlan dolgokat is. És benne a város, benne a mi életünket is. Isten meghív erre, hogy be lehet állni. És akinek ma is lesz hallása, biztos meg fog hívni. De ha nem is erre, akár a zenében, akár a tanításban, akár a szociális területen, de ha Isten beállít téged, ott legyél, és a vezetőd is ott számíthasson rád. Ugyanígy mondom, akár az imóra vezetés, igéhirdetés, bármilyen zenei vagy program van, ne ilyen langyosság legyen, hogy jaj, nem készültem, vagy úgy szívesen elfelejtettem. Legyen az a fegyelmezettség, én az Úr Jézusnak teljesítek. Ő bízott meg, most épp egy lelkipásztor, vagy épp egy előjáron keresztül. Itt mondom el, a gyülekezetünkben ez a katona úgy kiváltotta belőlem is, meg magunk között is. Azt mondta, vasárnap nekünk 10 órakor kezdődik az istentisztelet, 10 óra, 2 perc. Azt mondja, hol vannak a többiek? Most jönnek, látszik, hogy szállingoznak befele. Hol vannak a többiek? Na figyelj, itt állunk már, készen vagyunk a dicsőítéssel, meg a ígéretés kezdésével. Kérjük meg őket, hogy fekvőtámasz büntetés legyen. Mondtam, hogy ez nem katonaság, ilyen szinte. De való az észjárás ott volt, hogy ennyire nem fontos a pontosság. Kedves pontatlan testvér, hűtlen vagy, ha nem vagy pontos. A világban úgy kivágnak a munkahelyen, megcsinált 2-szer vagy 3-szer, és soha többet nem mehetsz. Az Úrnál meg lehet. A kedves testvérnek lehet, mi itt kegyelem van. És meg lehet itt bocsátani. Azért beszélek, és nem kifigurázom, amíg ítélkezve akarok. Én ilyen voltam. Én magam kezdtem Újfehértón a szolgálatot, és 5 perc késés nekem úgy belefért, 10 vagy 7 perc késés úgy belefért, hogy a szolgálati lakásban én vettem föl a nyakkendemet, kötöttem, és tudtam, hogy egy bácsi elkezdte harmóniummal a éneket, mert nem érkezett be a lelkész, hogy addig menjen már valami. És tudtam, hogy vége lesz éneknek, akkor majd föl fog jutni. És felesége meg azt mondja, figyelj, babával itt vagyok benn, mindenki rád vár. Nem veszed észre, hogy te a pontatlanságot így nem is jelent neked semmi zavart? És nem jelentett semmi zavart. Meg kellett változni, meg kellett térjen. És azóta is figyelnem kell. És hálás vagyok, hogy feleségem ebbe segített. Szeretném így mondani, a gyülekezetekben fontos, pontosság. Nem azért, hogy most akkor itt strigulázunk kifele, figyeljetek oda. Mert ilyen módon, ha nem lesz pontos, majd a saját gyereked lekövet, és ő is majd egész a munkahelyre is ki fog hatni a hűtlenség. Ki fog hatni, nem fontos. Se az iskolába, se semmi más helyen. Tehát úgy beszélek erről, mint egy jellemvonás. Nem üdvösségkérdés, mint jellemvonás. Ha beszélek a katonasságról, ott az fontos. Meg is büntetik. Ha pontosan nincs ott a megfelelő helyén. Másik mentalitás még a katonasságban, és ezt figyeltem a katonatestvérünknél is ott van, hogy ne azt mondd el, hogy nem lehet valami feladatot megoldani. Azt akarom hallani, hogy oldod meg. A mai posztmodern korban összes magyarázat megvan, hogy miért nem lehet egy feladatot elvállalni. Miért nem lehet egy feladatot végig beteljesíteni. Egy szolgálatot megtenni. Hát nekünk nincs egy Istenünk, akivel beszéltünk közben, hogy Uram, hogy fogom ezt megoldani? Nekem is voltak olyanok, hogy akár a munkába, fizikai munka, vagy másba is, hogy Uram, hogy a csodább lesz erőm? Hát alig bírom ezt is. Volt héten is volt, hogy fát kellett vágni, és hogy azt mondta, ezt a sok tuskót itt behordani, hát
az pont, hogy azért kell behordjam, ne essen rá eső, és már elkezdett esni, és akkor, hát most nem nézi a főnök, akkor bemegyek. Milyen jó volt, hogy nem tettem ezt meg, hanem még vártam. Újabb 10 perc, és kijött azt, hogy ne állzál majd itt az esőn, gyere már be. De én magamba húztam, edzettem ezt az oldalt, hogy ne az a könnyen feladó legyek, ne az a könnyen megmagyarázom, hogy miért kell megállni. Egy kicsi dolog, szinte munkába. Hát konklúzióról szeretném azért beszélni. A sereg alapvető szerepe, hogy egy olyanba veszünk részt, egy Isten legyőzhetetlen seregében, ami tuti, hogy győzelemre van fenntartva. És egyszer ő fog győzni. És a végső pont, a végső győzelemnek őnál lesz majd minden. Tudatosítanod kell, hogy hadviselésben állsz, ha az ő országában vagy, ellenfeled van, be kell azonosítanod ki az ellenséged, és ezt tudjuk, hogy szellemileg maga az ördög, maga Sátánnak a királysága. Könyörtelenül, ő nem fog egy kicsit is irgalmas lenni. Ő alig vár, hogy elvérezzenek katonatársaink. Alig várjanak, elvérezzenek, még meg nem tért emberek is. Semmi könyörület nincs a benne. Épp ezért benned legyen inkább szenvedélyesség, én szeretnék megmenteni embereket. És Uram, ebből is használsz, vagy ha nem én vagyok a legjobb beszédember, akkor használj mást, és összefogok vele, hogy azt a harmadik, negyedik embert is megnyerjük. Tudnod kell, hogy fel vagy fegyverezve Istentől, szellemi fegyverrel, ami képes lerombolni szellemi erődítményeket, amit az ördög épített. Azt is tudnom kell, hogy a legfontosabb csatatér az elmém, ezért nagyon vigyáznom kell. Szükség van pihenésre, de szükség van, mivel töltöm meg. Ha mindig a tévé, internet fogja nyomni bele, vagy engedem Isten igéjét. Azok, akik minőségi módon akarják az elméjük jobb dolgokon elmékedjen, az például memorizálnak Isten igéjét. Direkt megtanulok, hogy az jusson inkább be. És azt hihetetlen módon használja a Szentlélek. Az is felismerés most a mai alkalomból, hogy ki kell szabadítsunk foglyokat. Az Úr Jézus nevében és az ő erejével, és ezt megint gyülekezette, a katonai hűséges társainkat tudunk együtt kiemelni és kimenteni megváltói segítséggel. Amit még így elvár, úgymond Isten közöttünk, hogy személyes szinten is legyen egyfajta katonai fegyelmünk Isten felé, egymás felé is. Elvárja azt, hogy jól irányítsuk az életünket, legyen egy fegyelmezettségünk, ne állandóan magyarázkodjunk, hogy miért vagyunk hanyagok, hanem tudatosan kezdjük felépíteni a fegyelmezettséget. Viselkedéseinkben, a személyes kapcsolatainkban is odafigyelünk, hol vagyunk pontatlanok, hol van a jellemvonással váló hanyagság, vagy direkt felépítettük ezt a rendszert, hogy lusták vagyunk. Ezt is meg kell vizsgálni. Meg kell vizsgálnom akár a pénzügyi oldalt is, hogy meg kell vizsgálnom a hasamat is, hogy hiába nem engedhetek meg anyagilag valamit, de a hasam úgy dönt, hogy minden nap a mai csoki adagját megvegye, megegye. És erre észreveszem, hogy fossza valami az életemet. Sok ilyen területet fel lehet ismerni. Meg az elménk állapota is, hogy mire teregetjük, mit engedünk befele az elménkbe. És végül azt is meg kell ismernünk, hogy kollektívan hűnek kell lennünk egymáshoz. Hogy a társunk, a gyülekezeti tagok nem ellenség. Ővel össze kell szövetkezni. Akármilyen gyengeség van, ott tartom a pajzsomat előtte. Lehet, ő tartja a másik oldalamon. És nem fog az ördög betörni hozzánk. És ki fogjuk szorítani őt, nem fog megkapni bennünket. Ehhez szükség van elkötelezettségre. Hogy ezt ki is mutatom, akár most, akár más, hogy jelenléttel itt vagyok. És ilyen módon hajlandó vagyok megvédeni a katonatársaimat, pláne ha veszélybe is vannak. Szóval ez nem a gyáva lelkület, ez nem az a fajta fura szeretet, hogy nem szólok bele, hogy éppen megy bele a bűnbe az a társ, vagy a gyülekezeti tag, vagy a testvér, hanem aggódok érte. És ha kezdem az imával, kezdem utána majd megszólítom, megkérdezem, és aggódok egész addig, míg meg nem látom, hogy ő is győztes életet él. Isten segítse meg bennünket, hogy tudjunk megállni, tudjunk az ő hadseregében megtalálva a helyünket, pozíciónkat, hűek lenni, és lássuk meg azt, hogy még
történelmileg még nagy pályafutás előtt állunk, mert a diadalra vezető Jézus Krisztussal vonulunk és megyünk vele ebben a mai világban. Hajtsuk meg fejünket, imádkozok én is, és utána viszem így az Úr elé ezeket a dolgokat. Mennyi atyán, köszönjük, hogy Jézus Krisztusban diadalra akartál minket vezetni, és ő elvégzett mindent a kereszten, hogy az ördög le legyen rontva, le legyen rombolva, és semmilyen olyan fegyveren legyen hatásos felénk, amivel nem tudunk semmit tenni. Köszönjük, nem hagysz minket magunkra, és kitaláltad a gyülekezetet is, mint ütőképes hadsereget. De éppen ezért, amikor ránézünk szert az országba, hogy mennyi szétvert gyülekezet van, mennyi szétvert sereged van, szanaszélye, bóklászó katonák, Uram, te hívsz minket egybe, hívsz, hogy a pajzsainkkal egymás körbevéve, egymás segítve elkészüljünk arra, hogy majd egyszer nagyobb ütközetbe és nagyobb kimenekítő hadjáratba is elkészüljünk. Áld meg ezt a gyülekezetet is, Uram, hogy jó sok embert sikerüljön kiszedni a pokolba és kifosztani a pokolt, és használd őket, Uram, olyanokat, hogy nem tud lelőni az ördög. Nem tudjan semmilyen megtévesztés, semmilyen hazugság kinyírni az ő elméjüket, hanem áldon be van a kapcsolva te benned, és a Szent Lelked felügyel és vezeti őket. Így áld meg az egészen aprólékosan a mi életünket, életvitelünket, miben kell fegyelmezettek lenni, miben kell kitartsunk, miben kell változtassunk, de adj hűséget és türelmet is, mikor a pozíciónkban ott meg kell állni, és hűsége kitartani. És ha várakozunk is egymásra, akkor is el tudjunk készülni majd arra az ütközetekre, amit naponta kell megvívjunk. Áld meg az én testvéreimet is ebbe, hogy helyükön tudjanak lenni Jézus Krisztus nevében.